Sziasztok srácok, mint az bizonyára már tudhatjátok, de 2024-től meg fog változni a Brawl Pass, és nem lehet megszerezni gemekért. De úgy, hogy kedvező lesz a free-to-playeknek is. Mégiscsak hogyan? Ebben a mai videóban elmondom nektek. Na, miért is csinálják ezt? Azért csinálják ezt a Brawl Pass, mert nem szeretné azt, hogy a játék repetitív legyen, és azt szeretnék, hogy élvezne felé kivinni a Brawl Pass-t, és ne legyen ilyen unalmas, és képzeljétek át, hogy a játékosoknak a 90%-a nem viszi ki 70-10-ig a Brawl Pass-t. Első a feltudás az az, hogy rövidebbek lesznek a passzek, avagy nem 60 napig fognak tartani, vagy 2 hónapig, hanem most már csak 30 napig, vagy 1 hónapig fognak tartani a Brawl Pass-e. Tehát kevesebb időt lesz kivinni. Elvileg ezt nem tudjuk pontosan, de nyilván nem 70 tírig fog tartani a Pass, hanem rövidebb lesz. Ezt nem tudjuk, hogy mennyire lesz rövidebb, de valószínűleg rövidebb lesz. Azért nem talán ki valami más. Következő dolog az pedig az, hogy mostantól a Pass nem fog annyira függeni a napi questekről. Ugyebár a napi questek azok, hogy meg kell csinálni, mit tudom én, mondjuk ölj 9 ellenfélet, és azért kapsz 100 tokent. Na hát ezeket már nem kell naponta megcsinálni, ugyanis nem fog annyira nagyon durván számítani a percben. Tehát nem kell ahhoz, hogy feltétlenül végig tud vinni ezzel a perc. Ez már csak egy olyan másodlagos dolog lesz. És inkább a szezonális kulőkkel fognak ráfókuszálni, ami azt jelenti, amiket ugye bármikor meg tudtak csinálni, amikor ugye benn vannak, és nem lesznek 500 tokenes questek, amik ugye nehezek, mit tudom én, hogy nyerj 10 meccset, vagy ilyesmi, hanem 250-esek lesznek legfőképpen. És ugyebár, hogy ki lehessen vinni a perszt, ezek a szezonális questek naponta fognak jönni, avagy szinte nem lesz olyan, amikor nem lenne egy questünk, ami van és meg tudnánk csinálni. Szóval eléggé jó lesz. Igen, egy elég érdekes változatot lehet, ugyanis több tokenbe fognak kerülni a tírek. Tehát ugyebár nem 500-ba, 600-ba, hanem többe. És azt mondják, hogy elméletileg ez nem fogja lassítani a fejlődést, tehát milyen gyorsan visszük ki a perszt. Na hát erre nagyon kíváncsi leszek, hogy ezt hogyan fogják megcsinálni. És elvileg azoknak a játékosoknak, akik free-to-play-en játszak, tehát mindig megveszik a második Brawl Pass-t, azoknak az ingyenes jutalmak fejlődni fognak. Tehát többet fognak kapni. Ez elég érdekes, hogy ez is hogyan fogják ellenőrizni, hogy itt hogy működnek a dolgok. Tehát a régi rendszerben az egy évi jutalmak, amiket kapsz, az nem más, mint 9525 coin, 28500 power points, 540 gem, 8880 credit, 4500 krova credit, ez volt a régi rendszer. És az új rendszerben 96000 coin-t fogunk kapni, 30000 power pointot, 600 gem, 12000 credit-et és 0 krova credit-et. Ezen kívül az új Brawl Pass-ben egy évre lebontva 348 tárgyat fogunk kapni, amiből 12 fixen legendary. Ami azt jelenti, hogy havonta akár 30 tárgyat is kaphatunk. De egyébként ezt nem tudjátok, az új rendszerben nem voltak Chroma Creditek. Mégiscsak hova jöttek a Chroma Creditek? Teljesen ki fogják menni a Chroma Creditek a játékba. Összes Chroma Credit át lesz konvertálva kreditekké. És mivel az új Pass-ben ugyebár nem kapnánk annyi kreditet, amennyi Chroma Creditet kaptunk, ezért nem jönnek ki a matek, ezért ugye majd a Star Drop-ok ezt fogják kompenzálni, legalábbis remélhetőleg. És gondolom, erre már gondoltatok, de a coin jutalmak, meg a mindenféle ilyen szar jutalmak helyett, amiket ugye, hogyha kivisszünk a perszt, azután kapunk, azok helyett Star Drop-okat fogunk kapni, avagy olyan Star Drop-okat, mint amit mész egy meccset, és ugye megnyered, akkor kapsz, tehát teljesen normális Star Drop-okat. És egy kicsit nerfet is kapunk, ami nem más, mint hogy ugyebár egy kicsivel kevesebbet, és egy kicsit nerfet is kapunk, ami az, hogyha nem veszed meg a perszt, és úgy viszed ki, akkor egy kicsivel kevesebb blinget fogunk kapni, de elméletileg ezt is kompenzálják majd a szárapok. Nagyon esküszöm, egyre kíváncsi vagyok erre. És azok a játékosok, akik free-to-play-ként játszanak, tehát nem veszik meg a Brawl Pass-t, ugye arra a gemet, azok egy kicsi buffot fognak kapni, ugyanis a gemeket, amit eddig Brawl Pass-re költöttek, azokat el tudják meg költeni, minekre. Ugye, mint ahogy látodjátok, alapból 100-val több gemet kapunk ugye évente a Pass-ről, szóval elég jó. Bőbésre mennyibe fog kerülni az új Pass? A sima Brawl Pass 6,99 dollár lesz, tehát szinte ugyanannyi, mint amennyi ugye alapból régebben is volt ugye a gemet Brawl Pass-nél, ugye a fizetős rész. Na de, mi az, hogy sima Brawl Pass? Igen, érkezni fog a Brawl Pass Plus. A Brawl Pass Plus-ról annyit kell tudnunk, hogy jóval több jutalmat fogunk kapni, mint a sima Brawl Pass-szel. Ahogy ha azt megveszed, akkor elméletileg azok a jutalmak, amiket mondjuk a sima Brawl Pass-szel kaptál, ugye a sima Brawl Pass megvételével, azok többek lesznek. Mit tudom, hogyha kapnál mondjuk 100 power points-ot, akkor a Brawl Pass Plus-szal fogsz kapni 150. Most jelenleg csak egy példa volt, nem feltétlenül lesz így, de hogy többet fogsz kapni, az a lényeg. És az új Brawl Pass Plus
9,99 dollárba fog kerülni. Avagy annyi, mint régen a Brawl Pass Premium, ugye amivel kapsz 10 skillet a bundle. De az itt az, hogy mennyivel fogunk mégis a többi tavat kapni a Brawl Pass Plus-szal. A régi Brawl Pass-ben, amely ugyebár simán a Brawl Pass két hónapra kivetítve, 5695 coin-t fogunk kapni, 2400 power point-ot, 720 kreditet kaptunk, 4350 blinget és 0 gemet. Nézzük, hogy az... És az új Brawl Pass Plus-ban fogunk kapni egy hónapra kivetítve 12000 coins, 3000 power points, 1000 kredit, 1700 blink és 100 gem. Mint hogy a szeretjétek, gemet kapunk a Brawl Pass Plus-ban. Tehát mert ezért is ugye megéri megvenni, tehát ez olyan, hogy 100 gemet venni, és ez még ugye már olcsó, biztos, az tudom. És ami a legrosszabb dolog az új persze az az, hogy most már nem fogunk tudni kapni fixre egy kromatikus karakter, hanem egy epic karaktert, amit mi választunk ki, vagy pedig 1000 kreditet, hogyha már ilyen nincs epic karakterünk. Fát, minél gondoltak is, hogy a kromatikus ritkaság az teljesen ki lesz véve a játékból. És az eddigi kromatikus karakterek azok a sztárokra fognak kerülni, különböző ritkaságban ennyi. És körülbelül ezek voltak azok a fontos dolgok, amiket mindenféleképpen tudott az új Brawl Pass, hogyha segítettem, így azkozz fel, nyomj egy lájkot, több esélyt, gondolád, találkozunk szombaton, na sziasztok!